2011 óta november 17-én ünneplik a koraszülöttek világnapját, amikor köszöntik azokat az egészségügyi dolgozókat, akik éjt nappal látéve mentik és gyógyítják az idő előtt világra jött gyermekeket. A statisztikai adatok szerint Ukrajnában, mint a világ más országaiban is, évek óta 9 és 10 százalék között van a koraszülöttek aránya. Az újszülöttek különféle fizikai vagy neurológiai megbetegedéssel küzdenek, ezért a születés első heteiben szakszerű orvosi ellátásra szorulnak. Kárpátalján ezzel a megyei gyermekkórház foglalkozik, ahol az újszülöttek részlege három speciális alegységre van felosztva. Intenzív terápiás, patológiai és koraszülöttek osztályára. Erre az osztályra rendkívül nagy szükség van, hiszen a koraszülöttek különös bánásmódot igényelnek. Az anyának 37-47-en keresztül kell hordani a szíve alatt a gyermekét, ez a természetrendje. Viszont ezek a gyerekek kicsit elsiették a dolgot, és már a 22-23. hét után a világra jöttek. Ezért segítségre van szükségük, hogy olyan állapotba kerüljenek, amikor már a szülőkre bízhatnak. Őket. Ehhez minden korszerű felszerelésünk megvan, ami nélkül szinte lehetetlen ezeknek a gyerekeknek a gondozása. Ilyenek az inkubátorok, speciális kiságyak, zárt rendszerek, ahol fent tudjuk tartani a levegő optimális nedvességtartalmát és hőmérsékletét, és minden mást, amit normál esetben még az anyaméhen belül kellett volna megkapnia. A gyermekkorház lehetőséget biztosít az anyukáknak, hogy koraszülött gyermekükkel ott maradjanak az intézményben, és részt vegyenek a gyermek ellátásában a szükséges kezelések során. Az édesanyának már a születés pillanatától megvan a lehetősége, hogy a gyermekkel legyen. Nagyon fontos, hogy meg tudja érinteni, és részt vehet a gondozásában is. De Akkor A koraszülött osztályon kezel gyerekek egy része a megye más szülészetéről kerül ide. Mások pedig a gyermekkórház újszülött intenzív terápiás osztályáról, amely már 1997 óta működik. Itt segítik a gyermekek rehabilitációját az életveszélyes helyzetek után. Évente átlagosan több, mint 300 ilyen eset van. Miért különlegesek a koraszülött gyermekek? Mert segítségre van szükségük, méghozzá kellő időben és minőségben. Minden óra számít. Ha időben tudunk segíteni, annál nagyobb az esélye, hogy egészséges lesz. Ha a gyermek egészséges, akkor a család is az. Nem lesz rajta semmiféle szociális terhelés sem a hozzátartozókon, sem az államon, ami mindenkinek jó. A gyermekkorház ezen osztályán működik az egyetlen megyei neonatológiai mobilbrigád is. Az orvosok állandóan készen állnak, hogy szükség esetén eljussanak a megye bármely járási kórházába, ahol konzultálhatnak, stabilizálhatják az újszülött állapotát, és további kezelés céljából elszállítsák a megyei kórházba. Bizonyos esetekben a kellő felszereléssel ellátott mentőautóval Kijevbe is elszállítják, szállítják a gyermekeket. Az intenzív kezelést igénylő koraszülött gyermekek gyakran kapnak fertőzést, vagy nem lélegeznek. Mi értük, megyünk, stabilizáljuk az állapotukat, és elszállítjuk a kórházba. A kezeléseket követően, ha az állapotuk ezt lehetővé teszi, átvisszük más osztályra őket. A megyei gyermekkórház a kezelést követően is nyomon követi a koraszülött gyermekek állapotát. Az orvosok még néhány évig figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését, ami utol kell, hogy érje a vele egykorúak fizikai állapotát. Azok számára, akik további kezelésre szorulnak, a Rosszinka Rehabilitációs Központ nyújt segítséget, ahol szakértők multidisciplináris csapata foglalkozik a gyerekekkel. Többek között pszichológusok is, akik a gyermekek mellett a szülőknek is segítenek. Jó konzultáció, jak ez Tanácsokat adok, hogy miként viselkedjünk az adott helyzet. Ben. Segítek az édesanyának felkészülni arra, hogy mi vár rájuk az életben. A koraszülöttek osztályáról hozzánk érkező családokban az anyukák nem mindig tudják, mit csináljanak. Mondjuk nem volt felkészülve a korai szülésre, meg a gyermek megszületésére sem, főleg úgy nem, hogy a gyermeknek baja is lehet. Az évek során a megyei gyermekkorház orvosai több ezer gyereken segítettek. Ines két fiúgyermek boldog édesanyja hálás az orvosok munkájáért. Két gyermekem van, az idősebbik nem sokára betölti az ötödik életévét, a kisebbik pedig most volt kettő. Az idősebb a terhességem 28. hetében jött a világra, a súlya mindössze 900 gram volt, a magassága pedig 34 cm. Eleinte unkváron voltunk, de utána ide munkácsra küldtek bennünket. Előbb az intenzív osztályra került a fiam, mert nehezen lélek. Megzett. Idővel átkerültünk a koraszülöttek osztályára, ahol már tanultuk az üvegből való etetést. Hálás vagyok az orvosunknak a tanácsokért és a foglalkozásokért. Egy hónapot vagyunk otthon, majd egy hónapot itt a kórházban. De a szakértőknek és Istennek hála már minden rendben van. A kisebbik fiam is itt van, de vele is minden rendben lesz, mert bízom az orvosokban. Ennek a családnak a példája is bizonyítja, hogy még a koraszülöttek is teljes értékű életet tudnak élni, amit természetesen a szülők gondoskodó szeretetének és a szakorvosok áldozatos munkájának köszönhetnek.